meddig akar itt lenni? Vasárnap délig. Most van valaki, aki leváltja? Még nincs. De bízom benne, hogy valaki majd lesz. Hát most ez a... Most már a 8. napon vagyok itt. Úgyhogy egy kicsit elfáradtam. De nagyon boldog vagyok, mert nagyon könnyű a szívem, és békés a lelkem, és úgy érzem, hogy nagyon felszabadító volt ez az egész. Ez a ház, most lett egy nagy hásva klub, akik többen jelezték, hogyha valaki ide ül, akkor ők fogják látogatni, vizet hozni. Anna egy pár napja találkoztunk. Amikor megismertelek, az abszolút erőszakmentes erőd volt az, amit úgy gondoltam, hogy vállalható, folytatható, mert azt gondolom végül is már elegünk van az erőszakból, erőre viszont szükségünk van. Azt gondolom, hogy az átsérő munkája, amit ott megteremtett, lehet, hogy valakinek túl ragyogott vagy. Nem neki melegített éppen eleget, fogalmam nincs. Politikamentesen szeretném ezt csinálni, szolidaritásomat kifejezni egy életmunkáját, egy tolvonással, illetve egy tárcsázással elintézni, úgy gondolom, hogy lehet. Én remélem, hogy a te szellemedet, amit itt megteremtettél, azt nem rombolom nagyon. Én csak együtt szeretnék szépen csendben kiülni, olvasgatni, beszélgetni, ha van valaki, aki jön. Ennyi. És úgy döntöttél, hogy így bőjtölni is fogok. Én 2 napot tudok vállalni, vasárnap délig. Édes Istenem, emberek milliói bőjtölnek havonta többször 2 napot. Ezek közül azt gondolom, hogy sok 10 000 gyermek akaratlanul, mert nem tud más tenni, bőjtöl. Viszont látásra várjuk a kedves jelentkezőket mindenhol, ahol élünk, 10 millióan Magyarországon. Szevasztok! Köszönöm. Én azt kérem, hogy tényleg még egyszer, hogy mindenki a saját szintjén, ahogy őt úgy, akkor úgy reagáljon, de csináljon valamit. És ne várjunk másokra, és ne kérdezzük meg egymástól, hogy mi lesz az eredménye, hanem kérdezzük meg magunktól, hogy mi mit tettünk azért, hogy legyen valami változás ebben az országban. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol élek, hogy én most mi vagyok. Egy vagyok a 10 millióból, úgy gondolom is. Legyen még sok ilyen, lesz is gondolom.